A háború eddigi legintenzívebb légitámadását indította el Izrael a gázai övezet ellen péntek éjszaka. A műveletben nagyjából 100 repülőgép vett részt, és a Hamas terror szervezet több mint 150 föld alatti létesítményére mértek csapást. Eközben a földön is támadásokat indított Izrael, palesztin források szerint a páncélozott járművekkel támogatott gyalogsági egységek az övezet legalább 3 különböző pontján bukkantak fel. Szombat délelőtt az izraeli hadsereg is bemutatott egy felvételt a Gázában mozgó szárazföldi csapatairól. Ez az első hivatalos bizonyíték arról, hogy az elmúlt napok rajtaütéseit követően Izrael ezúttal tényleg egy nagyobb volumenű támadást indított a Hamas állásai ellen. A gázai övezetben összeomlóban vannak a közszolgáltatások, a humanitárius helyzet egyre aggasztóbb. Az éjjeli támadás óta az internet és mobil szolgáltatás szinte a teljes területen megszűnt, ezért alig jutnak ki hírek a térségből.